karácsony utáni időszak legfőképpen arról szól, hogy ugye felkészüljünk arra, hogy magunk mögött hagyjuk a múltat, és egy egészen új jövőt kezdünk el. Vagy ez egy egészen új jövő, vagy egyáltalán hogyan tehetjük meg? Na, erről fogunk beszélgetni Estót Mártával, aki NLP tréner és coach. Szia, köszönjük szépen. Sziasztok, jó estét kívánok. Jó, hogy ezt érezzük, hogy ez egy teljesen új kezdet, hogyha mondjuk december 31-én még nem tudom, ilyen és olyan voltam, és akkor január 1-én, na majd én most teljesen másmilyen leszek? Nem hiszek ebben. Egyébként abban hiszek, hogy akár mától lehetünk újak, vagy holnaptól, és ehhez egy döntés kell. Valóban azért nagyon sok ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy új évvel fogyókúrázok, nyilván karácsonyi, nagyon-nagyon bőséges ebédek és vacsorák után, de hogy abszolút én azt hiszem és azt vallom, hogy az újat bármelyik nap el lehet kezdeni. Ahhoz nem kell egy 2017 vagy egy 2018, egy igazán jó döntés kell, és egy jó önismereti út. Azt gondolom, hogy igen, ezek úgy kezdődnek, hogy hétfőtől. Igen. Ugye van ez a klasszikus, hogy majd jövő hétfőtől én futni igen. fogok járni, de mégis mit tegyünk? Elég végig gondolnunk ezt az újrakezdést, vagy jó az, hogyha leírjuk egy papírra, vagy tényleg azt csináljuk, hogy a rossz dolgokat mondjuk elégetjük, és akkor ezzel tényleg megszabadulunk tőle, hogy egy ilyen teátrális köntösbe foglaljuk. Van egy valóban egy ilyen eszköz is, hogy fölírjuk a rossz dolgokat, és elégetjük. Simán az is van, hogy csupán elképzeljük, hogy mondjuk egy futószalagon kimennek valahol, de a legjobb én azt mondom, hogy az emberi beszélgetések, hogyha bármi problémánk van, azért kommunikáljunk. A legjobb elengedés egyébként az, hogyha a kommunikációban is szeretetben történik, és igen, számot kell vetni. Ma, holnap, hétvégén, akár 2016. december 30 vagy 31-én nem árt. Ha belegondolunk, ugye, hogy a vállalati szférában, az üzleti szférában üzleti tervek készülnek a következő évre, mi is megtehetjük ezt, mint magánemberek, hogy egy üzleti tervet, egy magántervet készítünk a következő évre, és számot adunk saját magunknak arról, hogy idén mi mindent értünk el. Nagyon fontos, hogy ne a problémákra gondoljunk, hogy idén mi minden probléma volt, vagy kihívás volt, hanem arra, hogy mit értünk el, és dicsérjük meg magunkat, dicsérjük meg a másikat, hisz ne csak a karácsonyt várjuk arra, hogy szeretetet adunk, hanem egyébként bármikor megtehetjük. Közben egyébként mégis egy fontos egység az, hogy évben gondolkodunk, igen. és mondjuk azért a 2016, ha a világot megnézzük, ha bármit megnézzünk, nem volt egy könnyű év. Hát nem. Ilyenkor hogyan hagyjuk magunk mögött ezeket, és hogyan tekintsünk bele a jövőbe nagy reménykedve, hogy akkor hát ha a 2017 egy picit könnyebb lesz. Az, hogy mennyire könnyű vagy nehéz, ez saját magunktól függ, még azt is, hogy hogyan észleljük a valóságot, vagy az, ami körülöttünk történik. Ezért én azt mondom, hogy tanúságokat kell levonni. Tehát álljunk meg, vonjunk le tanúságokat. Mondod, hogy nehéz volt. Igen, a nehézségekből is tanúságokat lehet levonni, és hogyha ezeket úgy mondod, összeadjuk, mint a matekot, akkor a végén nem is olyan rossz érzés ez, hanem azt mondjuk, azért nehéz volt, de nagyon sok mindent tanultam, és mire tudom használni, ez a következő kérdés. Ha ezt már mind megtanultam, akkor jövőre hogy tudom úgy alkalmazni, hogy már ne legyen olyan nehéz, hogy könnyebb legyen. Tehát valahol én azt hiszem, hogy itt kell kezdeni, és nagyon jó a kérdésed, köszönöm szépen. Nézzük meg, mit tanultunk idén. Nagyon sok mindent szerintem. El lehet ezt rontani? Tehát lehet ezt rosszul csinálni? A tanulságokat? Ahogyan levonod? Igen, a tanulságokat. Én azt mondom, hogy nem árt, hogyha kétszer ellenőrzöd. Egyrészt saját magad van, azután, és köszönöm a kérdést, azután kérjél visszajelzést másoktól. A környezetettől, munkatársaktól, családtól merjél visszajelzést kérni, és erre csak annyit válaszolj, hogy köszönöm szépen. És magadban aztán pörgesd újra, hogy ebből megint mi az, amit magamra vehetek, és mi az, amit el kell engednem, mert pusztán a másik észlelése. Szabad egy személyes kérdés, hogy neked van fogadalmad? Te teszel fogadalmat? Képzeld el, hogy nem teszek fogadalmat, ellenben elég sűrűn nagy takarítok, elég sűrűn, tényleg, és nagyon-nagyon sok tanulságot idén, egyébként tényleg egy nehéz, teli kihívással év volt, levontam nagyon sok tanulságot, ezek azért voltak jók, mert például akár az üzleti életben, akár magánéletben átgondolhattam, hogy idén vajon miben döntöttem rosszul, vagy mi az, amit jobban csinálhatok jövőre. Úgyhogy én már kész tervekkel indulok, és nem vártam meg a január 1-et, azt mondtam, nem fejezem be ezt a hetet, ha nem fejezem le, kész leírt tervként, és már legalább első lépést megtéve. Most.
Nekem nagyon tetszik, legyen ez inkább, tartsunk nagy takarítást, mert ez tetszik ez a szó és a fogadalom helyett, mert ugye nagy takarítás az ember úgy is tart tavasszal, meg ősszel, hát karácsony meg, igen, meg karácsony előtt, és akkor többször legalább az ember végigfut ezen. Takarítsunk, takarítsunk, az egy jó dolog. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, és boldog ünnepeket. Boldog ünnepeket, kellemes új évet.